Az ember arra törekszik, hogy korlátlanul élje az életét. Szabadságot szeretne mindenféle szempontból. Az egyik nézőpontból a szabadság az, hogy bármit megtehetek, senki sem akadályoz benne. A másik nézőpont viszont az, hogy milyen képességeim vannak, és elértem-e már a képességeim határát. Természetesen az ember mindig a maximumot szeretni, akár saját magából szeretné kihozni, akár a lehetőségekből. De ott van a svéd asztalos dilemma, amikor roskad az asztal, és nem tudsz annyit enni, amennyit egyébként lehetne. Ez a dilemma nem csak az étkezőben jelenhet meg, hanem a tervezéseinkben és a kötelességeink teljesítésében, vagy csak egyszerűen a feladatlistában, listában, hogy mi az, amit elvégzünk, vagy mi az, amit már nem. Számomra mindig ott van az, hogy ebből többet ki lehet hozni, és meg kell valahol állni, amikor felmérjük azt, hogy ez a képességünk határa, ennél többet nem szabad. Még az is előfordulhat, hogy megértjük azt, hogy Többet kell kihozni belőle, mert a szükség követeli meg azt, hogy több munkát fektessünk bele, vagy több eredményt rakjunk le. Jelen esetben úgy érzem, abban a szituációban vagyok, hogy több munkát kell letennem, mint amennyi kellemes lenne, vagy ami belefér az időbe. Egy jó pár nappal ezelőtt a terveimben kellett változtatni, de ez a változtatás nem volt elegendő, hiszen az időfaktort nem tudtam lecsökkenteni. Bármennyire sikerült a munkafolyamatokat lecsökkenteni több, mint a felére, ez még mindig nem elegendő. Ha nem is veszed észre, hogy már túlmentél egy határon, vagy ha észreveszed, de továbbmész, mert azt is megérted, hogy most többet kell csinálni, mint amennyit bírsz, akkor is előbb-utóbb a szervezeted jelezni fog, hogy most már meg kell állni. Semmi olyat nem tapasztalok, amiből baj lenne, hanem egyszerűen olyan jelzések érkeztek, amelyből tudom, hogy ebből baj lehet, hogyha hosszú távon nem állok le. Tegnap, amikor a szemináriumot befejeztem, ugyanolyan jó leső érzéssel tettem ezt, és ugyanazzal a fáradtsággal, mint bármikor máskor. Igaz, ilyenkor mindig Kikapcsolok teljes mértékben, elmegyünk vacsorázni, közösen eszünk valahol, megvan erre egy törzshelyünk, ott szinte meg se szólalok, eszem és élvezem azt a látványt, ahogy az emberek beszélgetnek és élvezik az életüket, és látom magam előtt azt, hogy mi minden eredményt fognak lerakni abból, amit az előző három vagy öt napban letettünk. Most nem így történt, most nem mentem vacsorázni és nem kapcsoltam ki, hanem átmentem egy másik feladatba, és elkezdtem dolgozni, tulajdonképpen úgy este tize kiverte nálam a biztosítékot. Úgy döltem be az ágyba, ahogy vagyok. 16-a van, és idén ez az első nap volt, hogy 8 órát aludtam, eddig a maximum volt az 5 óra. Azt ismerem már régről, hogy ez nem szokott problémát jelenteni számomra, viszont most úgy keltem föl 8 óra után, hogy nem volt kedvem csinálni semmit. Na ez egy jel. Na azonnal meg kell ilyenkor állni, úgyhogy pihenő napot tartok. A hétfő nekem amúgy is egy pihenő nap lenne, viszont e, már is rengeteg feladatot írtam össze magamnak. Természetesen meg tudom oldani, hogy a mai nap is motivált legyek, viszont olyan jelzés volt reggel ez számomra, hogy egyértelmű, hogy komolyan kell vegyem a jelzést, tehát mindenképpen meg kell állni, kényszer pihenőt kell tartani. Sosem az alvást választom pihenése, inkább valamilyen aktív dolgot csinálok, tulajdonképpen olyan dolgokat, amelyekben nem akarom látni, hogy ennek van értelme vagy nincs, hanem csak csinálom. Ezzel tudattal mondom ezt a jegyzetet is föl, hogy nem érdekel, hogy megvágom estére vagy nem, mit tegyél kiégés ellen. Nem bonyolítom ezt az egészet, hagytam a mai déletöt, hogy elmenjen, és most fölmegyek beletúrok a feladataimba, és kiválasztok olyat, ami motivál, amihez nagyon kedven van, és nem foglalkozom azzal, hogy szükséges vagy sem.